A helyszínt a Volt 51 Gamer Bar biztosítja. 6. kerület, Ó utca 51, Budapesten, az Oktogonnál. Köszöntöm a kedves űrszekerek olvasókat és követőket, valamint az Impulzus Podcast hallgatókat. Képzeljétek el, hogy a mai videóban ezt a gyönyörű szép kiadványt fogjuk kinyitni. Ez mi? Ez a Pikachu sorozat kijött kalóz verzióban? Hát egyébként jó, hogy ezt kérdezed, mert a különböző webshopokban azért már születtek olyan kommentek, hogy bekattintották ezt a kiadványt, és azt gondolták, hogy ez már a Picard sorozat, ami január 24-én fog csak megjelenni valójában, de nem, ez egy olyan kollekció, ami felkészít minket valójában erre az új szériára. Benne van a 4 darab TNG mozifilm, az új nemzedék stábjával készült mozifilm. Ez a nemzedékek, a kapcsolatfelvétel, az űrlázadás, illetve a nemezis, de van az új nemzedékből is rajta 2 darab epizód, a Best of Both Worlds, a két világ legjava, amiben a Picard kapitányt asszimilálja a Borg, illetve a Chain of Command, a titkos küldetés. Hát ebből a 6 produkcióból azért már nagyjából úgy össze lehet rakni egy ismeretlen számára is, hogy ki az a Picard, mi az a Picard, nem? Tehát így... Hát egy ilyen kis eszenciát lehet azért Picardból ebből megkapni, de azért még lehetett volna bővíteni egy kicsit ezeket az epizódokat egyéb Next Generation-es epizódokkal. Na, te mit pakoltál volna még hát ide? Patrick Stewart ajánlotta ő neki a kedvenc epizódjai, például az Inner Light, illetve a Dármok. Én szerintem ezeket is hozzá lehetne még nézni, hogyha valaki úgy szeretné jobban megismerni Picardot. Bizony, ezek még nagyon jó epizódok, és még számtalan annyi jó Picard epizód van, de hát itt nyilván voltak terjedelmi korlátok, illetve egyéb tényezők, amikről nem tudunk, úgyhogy ezzel kell beérni, de azért ez is 6 piszok jó produkció, és ezek feature length filmek, ami a sorozat epizódokat illeti, tehát a dupla epizódok úgy vannak rajta, hogy nincs stáblistával megszakítva a 2 epizód között, úgyhogy gyakorlatilag olyan, mintha 6 darab mozifilmet néznénk végig. Szerintem nézzük is meg, hogy mi van ebbe a gyönyörű kiadványba. Nézzünk a csomagolás alá. Hát Magdi, akkor át is adom neked azt a lehetőséget, azzal végezd el a bemetszést. A Csillagflottán a rendszeresített DVD bontó kés. Igen. Azt javaslom, hogy ott oldalt be tudsz szerintem metszeni, és akkor ugye az acskót el tudjuk távolítani. Azt azért elspoilerezem már így közben, hogy lesz benne egy képregény is, tehát a Blu-ray tokon kívül, amit onnan ki lehet majd hámozni, egy képregényt is kiszabadítunk. Egy kicsit határozottabban is tolhatod, és akkor szerintem le is ránthatod róla azt a cellofánt, látod, az már ott jön lefelé. Ezeknek egyébként az illata is nagyon jó szokott lenni, ezeknek a kiadványoknak. Még egyet nem érzem. Semmi? Nem. Hát nincs Picard illat. Jó, azt tegyük félre. Igen. És akkor vedd ki belőle, ami... Ó, de izgulok, mi van benne? Hát ez maga... Ez maga a Blu-ray, ugye ezt addig ki is nyitjuk itt a operatőrünknek, megnézzük, hogy milyen lemezek vannak benne. Hát egyébként ilyen kék színű lemezek szoktak az összes Star Trek kiadványban lenni. És én ezt a műanyag tokot jobban szeretem. Ó, azt nézd meg! Elkiabáltam, mert itt már ilyen szürke színű lemezek vannak. Hát hogy van ez, Magdi? Nézd meg! Ezek még ilyen sima dizájnt kaptak, itt meg már... Hát elválasztották nyilván a mozifilmeket a, igen. Sorozat epizódoktól. Aha. Igen. Nagyon jó. Na, szép. Na, nézzük, hogy van-e ott még valami, amit itt meg van. Tudunk nézni. Ó. A képregény. Hát ez elég kis vékonyka, úgy így nézem. Hát én nem magyarázzák túl ezt a dolgot. Igen. Ez egyébként, hogyha így a címből indulok ki, ez a Sky's the Limit, ez nem tudom, emlékszel-e, az új nemzedéknek a végén, amikor leül a Picard pókerezni a többiek közé, akkor azt hiszem, hogy ez az utolsó szó is az egész sorozatban, hogy sky's the limit. Most ebből én arra következtetek, hogy amit itt el tudunk olvasni, de most ugye az a közhely, hogy ez egy éjszaka alatt el lehet olvasni, ez most itt határozottan igaz, mert nem hosszú. Ez szerintem ott valamikor pont az All Good Things után játszódhat, és ez egy ilyen, hát
távoli előzménye az új Picard sorozatnak, inkább egy folytatásként tekinthetünk rá az új nemzedék után. Na mit szólsz így unblock ehhez a csomagoláshoz? Szerintem egyébként nagyon jól néz ki. Nagyon tetszik, meg tetszik ez a képregényes melléklet, hogy ugye az új mozifilmeknél kezdték el ezt, hogy előzmény képregényeket csinálni közvetlenül a mozifilmekhez kapcsolódva, ez most így engem meglepett, hogy ez benne van, te tudtad, hogy benne van, nekem ez újdonság Igen. volt. Tetszik ez a koncepció, ezt lehetne tovább folytatni, csináljanak még sok ilyen képregényt, támogatom. Ez a csomagolás egyébként elmondhatatlanul gyönyörű, amivel csak annyi a probléma, hogy egy rajongó, aki ezt ki szeretné tenni a polcára, annak semmilyen oka nincs, hogy megvásárolja ezt a kollekciót, ugyanis olyan mozifilmek vannak benne, meg olyan sorozatepizódok, amik már valószínűleg megvannak neki, hiszen egy igazi rajongó az már minden valószínűség szerint birtokolja a felújított TNG sorozatot, valamilyen formában megvannak neki a mozifilmek is. Nem lett volna egyébként ezzel semmilyen probléma, a CBS kicsit jobban kommunikálja ennek a kiadványnak a célcsoportját. Például egy rövid videóban tök jól el lehetett volna magyarázni, hogy ez azoknak szól, akik teljesen újak a Star Trek világában, és még nem láttak semmit Picard kapitányról, vagy az új nemzedékből, tehát ez elsősorban őket célozza, és nekik szól, és nekik nagyon jó, mert ki van választva 6 eszméletlenül jó film és sorozat epizód. Rajongók egy kicsit ezt furcsán szokták kezelni. Te egyébként, mint rajongó, megvásárolnád ezt így önmagában? Most, hogy így kibontottuk és megnézted, van-e benne annyi tartalom, hogy azt mondd, hogy neked ez mindenképpen kellene? Én szeretem az ilyen dolgokat gyűjteni, úgyhogy minden, ami ilyesmi jöhet. Nekem van olyan DVD-m, ami például Star Trek-es időutazásos történetek vannak így összegyűjtve ugyanígy. Nincs jelentősége. Megvannak külön a sorozatokban ezek az epizódok nekem, de az úgy tetszett, hogy az olyan jól néz ki, hogy egy időutazásos kollekció. Tehát ez is ugyanígy beleférne. Mondjuk én, amit rátettem volna, jó lett volna mondjuk például Patrick Stewarttal egy interjú Picard kapitányról, hogy ő meséljen róla, hogy alakult benne ez a sztori. Ez például érdekes lett volna ehhez. Igen, egyetértek, tehát ugyanazokat az extrákat kapjuk, mint eddig, de ha tényleg lett volna egy kerekasztal a színészekkel, Patrick Stewarttal, az sokat dobott volna ezen a dolgon. De hát nekem az a konklúzióm a válaszod alapján, hogy ez így is bőven megéri egy rajongónak, úgyhogy nagy baj nincsen. Hát kedves nézőink, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Kapcsolatfelvétel napja lesz április 5-én, ugyanitt a Volt 51 Gamer Barban ingyenesen beléphettek. Rengeteg programmal várunk titeket, találkozzunk ott. Sziasztok! Sziasztok! Élmény és vélemény, illetve tudomány és fantasztikum egy helyen. Kattints a video.mtv.hu oldalra, és válogass az mtv.hu, a Parallaxis és az Őrszekerek közösségi flotta saját gyártású videóiból. Közösségi élmények, érdekességek, interjúk, helyszíni riportok, tudományos ismeretterjesztés, valamint tudósítás a legkülönfélébb rendezvényekről és exkluzív sajtóeseményekről. video.mtv.hu. Élmény és vélemény.